Sziasztok! Ez itt a Flash Vlog X-edik része, koronavírus és karantén idején. És a mai témánk az, amit már fedzegettünk sokszor, a változás. Hogy mit kell tenni, illetve mire érdemes odafigyelni, hogyha az ember szeretne változtatni drogkarrierjének egy adott pontján. A változás az ugye egy elég nehéz dolog, meg elég sok meló van benne, és nehéz ezt tudatosítani is nagyon sokszor. Tehát ugye a szerfogyasztásnak így elég sok pontján előjöhet az igény változása. Az elején elég ritka egyébként, hogy az ember változtatni szeretne, mert ugye az eleje az pont arról szól, amit már többször megbeszéltünk, a kísérletező fázis, meg a believe on fázis, amikor tök jó minden. Hogyha jó, ugye? Általában azért használ az ember bármilyen kábítószert, mert az számára jó. Jó érzi magát, vagy közösségi élmény, vagy bármi, szóval ad valami pozitív dolgot. De ilyenkor változtatni nem igazán akar az ember, mert hogy minek változtasson, amikor ez úgy érzi, hogy ad számára. Szóval alkoholról, fűről, LSD-ről, heroinról, teljesen mindegy, herbáról, szertől, ez teljesen független. Ugye azt a tévhitet már nagyjából tisztáztuk, hogy a kábítószerek rosszak, vagy a szerek rosszak, mert hogy nem rosszak, hanem kifejezetten vannak olyan hatásaim, amiatt az emberek fogyasztják őket. Legyen szó bármilyen szerről, csak hogy ennek a hatásnak van a következményei. De hogy az elején ezek a pozitív hatások dominálnak, ilyenkor az ember általában nem szokott akarni változtatni, mert mi a fasznak. Kizárólag akkor, hogyha mondjuk olyan külső motiváció, vagy olyan tényező jön be az életébe, ami miatt rákényszerül a változásra. Ez lehet akármi, tehát lehet egy baleset, lehet egy büntetőjogi következmény, tehát mondjuk becsukják, vagy elkapják, vagy nem tudom, vagy akár családi, szóval valami fajta olyan motiváció lehet, ami igazából kényszerként nehezedik rá. Ez egyébként a karrier későbbi szakaszaiba is egy elég erős motiváló tényező lehet, de úgy belülről akkor szokott eljönni az igény a változás, amikor már egyre több a probléma. Tehát egyre több a para a szerfogyasztás miatt. Ez bármi lehet, tényleg személytől függ, és nagyon is egyéni, hogy kinek mi számít kellemetlennek. Tehát ez onnantól kezdve egészen, hogy mondjuk az ember elkezd máshogy viselkedni, elkezd mondjuk hazudni, elkezd manipulálni a többieket, stb. Akkor egyébként itt zajlik az élet. Most a 8. kerületben vagyunk, én ebben az utcában laktam, és itt volt az utolsó pár évem, ami iszonyú mély volt, és bennem itt érlelődött meg az, hogy változtatni kell. Persze nem tudtam, hogy hogyan és miért. Na, de visszatérve a változtatásra, szóval hogy belülről, akkor jelenik meg szerintem először a motiváció, amikor már egyre több a szar dolog a cuccozás miatt. Hogy mi az, ami számít szarnak, és mi az, ami motiválhatja az embert a változtatás felé, az tényleg egyénfüggő, de ezt azért nem kell annyira rabozni. Ilyenkor egyébként az szokott lenni, hogy mondjuk, karantén van, de ezért zajlik az élet, nem mindegy. Szóval, hogy ilyenkor egyébként az szokott lenni, hogy van egy úgynevezett elszállás előtti szakaszunk, az emberben már így felmerül, hogy azt is változtatni kéne, de még nem szállni el magát. És ez nagyon sokáig elhúzódhat ez a szakasz, egyébként ott parkoltam, ahol nem lehet. Na mindegy, kikerülnek. Na visszatérve, ez a szakasz nagyon sokáig elhúzódhat, van akinek évekig, adott esetben alkoholszakadék, mondjuk évtizedekig elhúzódhat, hogy bazd meg, le kéne állni, de szar, de iszom, mint az állat továbbra is, mert ezt tudom, hogy ezt ismerem. És igazából itt, tehát a változásnál, a változtatásra a környezet eléggé tehetetlen, mert hogy igazából változtatni csak én tudok, illetve csak a szerfogyasztó tud. A környezet maximum motiválni tudja különböző eszközökkel arra, hogy tegyen is magáért.
És egyébként nagyon sokszor azokon a ponton, amikor az ember már mondjuk benne van egy függőségi körben, tehát nem nincs meg a szabad választási lehetősége arra, hogy cuccozom-e vagy nem, hanem egész egyszerűen úgy érző, hogy folyamatosan cuccoznom kell, ott ez az elszállás, tehát hiába van meg az igény változása, a mókus kerékbe bent tartja őt a függőség logikája. És innen fogjuk majd folytatni legközelebb, remélhetőleg meg a koronavírus után. Ja, az volt a kecó. Ott. Na, béke veletek, és ha próbáltok változtatni, de nem megy, az nem a ti hívátok. De az egy rohadt nagy lépés, hogyha az ember mondjuk felismeri, hogy változtatni szeretne, és elkezd tennie.